Szeretnétek megmenteni a világot? Akkor irány a videójátékok világa! Üdvözlünk a Vacsmocsó Magyarország csatornáján, ahol az Unibet támogatásával a 10 kedvenc ingyenes videójátékunkat hoztuk el nektek. Ezen a listán olyan pénztárcabarát játékokat gyűjtöttünk össze nektek, amivel leköthetitek magatokat, mert ingyenesek, de szórakoztatóak. Szögezzük le előre, hogy ez az a fajta lista lesz, amin nem szerepel a Fortnite. Vegyetek mély levegőt, úgyis mindenki ismeri, vagy már tolod, vagy már unod, vagy már túl vagy rajta, kár most ide tenni. Tizedik, Hearthstone. Bírjátok a kártyajátékokat, csak utáltok folyton keverni? Vagy csak valami stratégiát és építést igénylőt szeretnétek? Akkor van egy jó hírünk, ugyanis a Hearthstone nektek lett kitalálva. A Blizzard által fejlesztett Warcraft spin-offban két fél méri össze tudását, akik hősöket és gonoszokat megidézve próbálják lenyomni egymást. Maga a koncepció egyszerű, könnyen bele lehet tanulni, viszont a mesterré válás időigényes. Ha elég kompetitív vagy és rászánod az időt, akkor bizony pompásan fog szórakozni. 9000 winnel a hátam mögött, elhihetitek nekem. Kilencedik, World of Tanks. Álmodoztatok már arról, hogy beültök egy tankba és felrobbantatok valamit? Nos, itt a remek lehetőség. Ugyanis virtuálisan csak, de a World of Tanks így is remek móka és közelebb visz az álmaidhoz. Arra azért ne számítsatok, hogy könnyű dolgotok lesz, ugyanis a tipikus FPS-es lövöldéhez képest itt valóban szükség van némi stratégiai érzékre és logikára. Minden lövés számít, tudnod kell, hogy mikor támadj, mikor várj ki, hogyan reagálj, hogy sikerrel járhass. Nyolcadik, Call of Duty Warzone. Listánk egyetlen valós 2020-as tétele valannyira frenetikus, hogy felérjen akár kettővel is. Hogyha lecsúsztatok a Black Ops 4 Battle Royale módjáról, akkor itt a remek lehetőség pótolni. Méghozzá ingyenes formában. A Warzone hasonlóan működik a BO4 Blackout módjához, viszont itt már többfajta játékmódból válogathatunk. Az alapfelállás a három fős csapatban túlélés, de kaptunk egy plunder módot is, ahol minél több pénzt kell összegyűjteni. Ezt egészítik ki az időszakos modok, mint az Only Sniper and Shotgun, vagy a négy fős nyomulás. Ha van 100 szabad gigátok és órátok, akkor mindenféleképpen tapadjatok rá, zseniális szórakozás. Hetedik, Dauntless. Nem mindenkinek jött be az Epic Battle Royale-ja, viszont ez a free-to-play játék bőven megérdemel egy próbát. A Dauntless ugyan koncepció szinten ugyanazt hozza, mint a Capcom Monster Hunter-e, viszont a gigantikus behemoth szörnyvadászat azért így is elég mókás. Komoly stratégiázás nem, de annál jobb reflexeket igényel a különböző bestiek lenyomása. A fejlesztő Phoenix Labs egy gyönyörű és izgalmas látványvilágú, jól ütemezett játékot hozott össze. Van benne kihívás is, ugyanis minden lény más és más módon ölhető meg. Legjobb, ha összegyűjtöd a haverokat és együtt estek nekik, pár kellemes órára pont tökéletes. Hatodik, Brawlhalla. Időszakosan mindenkiből előjön a harci kedv, de a verekedős játékok manapság nem olcsóak. Viszont a Nintendo Super Smash-hez hasonló szórakozást kínál, csak éppen ingyenes formában a Brawlhalla. Itt is négy játékos gyepálja egymást egy kis területen, és ugyan hasonló kombokat és mozdulatokat tud a többségük, azért legalább kinézetre nagyon változatosak és újabb kozmetikai itemek gyűjthetőek. Ami szintén poén, hogy időszakosan vendégszereplők is felbukkannak, nemrég például Lara Croft is ilyen beugró karakter volt. Hatodik, Counter-Strike Global Offensive.
a jó öreg orosz csalókkal teli játék, ahol még elég idő után komoly nyelvleckékben is részesülhettek. Viszont tényes való, hogy legendás státuszban van a játék, és jó okkal. A klasszikus gyors tempójú lövöldékkel szemben a Counter-Strike inkább a stratégiára és a precizitásra épít. Az egyik csapat leteszi a bombát vagy two-start, játékmód függő, addig a másik próbálja ezt szabotálni. Itt nem feltétlen a fegyvered dönt, hanem hogy mennyire tudtok összejátszani, mennyire használjátok ki az adott pálya előnyeit és adottságait. Ha viszont egy picit soknak hangzik ez, akkor még mindig ott van a Team Fortress 2 jó mókának. Negyedik, Path of Exile. Hogyha egy kis kalandozásra és felfedezésre vágytok, akkor a Path of Exile a ti játékotok. Az MMORPG-kből ismert dungeonök, hatalmas csaták és akciók, no meg a szörnyek itt is megvannak, csak ingyen és bérmentve. Persze, az agyatlan hentelésnél többet tartogat a játék, hiszen annyi mindent felfedezhettek, játszhattok másokkal, versenyezhettek különböző ligákban. Több mint 5 millió regisztrált játékossal azért már lehet csapatba verődni, és talán még barátkozni is ezekben a nehéz időkben. Harmadik, Apex Legends. Hogyha egy újabb lövöldözős címre vágynátok, ami azért egy kicsit más, mint a többi, esetleg bírjátok a kalandos terepbejárást, a színes karaktereket, akkor ezt próbáljátok ki mindenképpen. Az Apex Legends elsőre talán egy tipikus Battle Royale-nak hathat, viszont azoktól eltérően itt a karaktereknek külön egyénisége és képességei vannak, így számít, hogy kit mit választasz. Igényel a csapat összeállítás némi taktikázást, hogy a három főből álló egységek tökéletesek legyenek. A 2019. februári startja óta újabb pályák és karakterek, valamint izgalmas frissítések dobták fel a szezonokat. Második, Warframe. Rengeteg játékban érezhetjük megállíthatatlannak magunkat, viszont kevés teszi ezt olyan stílusosan, mint a Warframe. A játékos egy Tenno nevezetű lényt irányít, egy sok ezer éves harcost, akit felébresztenek álmából, és ahogy az elvárható, ő cserébe lemészárol mindenkit. Persze csak a jó úgy érdekében, meg mert lőnek rá, és mert éppen válság van a galaxisban, a háborúzó frakciók miatt. Ahogy vértontasz, békét teremtesz a hadurak között, és persze gyűjtögethetsz, craftolhatsz fegyvereket, és új Warframe-eket hozhatsz létre. Ezek a karakterek pedig nagyban eltérnek mind kinézetben, irányításban és mechanikájukban is. Ha ez még kevés is lenne, egy olyan fejlesztő dolgozik a játékon, akik tényleg hallgatnak a rajongóikra, és a Digital Extremes sűrűn meg is jutalmazza azokat. Mielőtt felfednénk első helyezettünket, következzen pár vigazdíjas. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Destiny 2. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Ácsi, ez nem egy nagyon drága játék volt?
De viszont 2019. szeptember óta az alapjáték ingyenes lett. Ne aggódjatok, van azért még pár kiegészítője, amiért továbbra is perkálnatok kell, de azért a Bungie-tól szép húzás volt, hogy ezt ingyen adja. Hogyha esetleg elkerült volna titeket a széria ez idáig, akkor röviden összefoglalva egy őrzővel, azaz egy Guardiannel játszol, akik a gonosz Red Legionnel küzdenek. Útközben újabbnál újabb fegyvereket és páncélokat szerezhetsz, amivel könnyebben apríthatod a milliónyi ellent. Király szuperképességek, korrekt sztori, szép grafika és izgalmas karakterek várnak. Aki bírja a lövöldözős, felfedezős rétegzett játékokat, annak mindenképpen csak ajánlani tudjuk. Someone told me you need a ride. Ti milyen ingyenes játékokkal szoktátok még tolni mostanában? Nálam a Legends of Runeterra és a Valorant pörög még végtelen órákban, de írjátok meg ti is nekünk kommentben a kedvenc címeiteket. Emellett nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!